A 2021-es országos és megyei autópálya matricák még január 31-ig érvényesek, de nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni azok újbóli beszerzését az esetlegesen megnövekedő vevőforgalom miatt. Az autópálya használati jogosultságok személyesen és digitális felületeken is megvehetők, az állami útdíj szolgáltató online felületén vásárolva pedig kényelmi díjat sem kell fizetni. A 2016-ban életbe lépett előértékesítési kampány, melyet a tavalyi év utolsó hónapjában tartottak, minden eddiginél eredményesebben zárult. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT adatai szerint mintegy 162 000 darab 2022-es éves országos és megyei úthasználati matrica talált gazdára. Sosem értékesítettek még a korábbiak során annyi éves, valamint megyei autópálya matricát az elővásárlási kampány keretében, mint 2021. decemberében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2016-ban indított kezdeményezés népszerűsége évről évre egyre inkább nő. Emelte ki Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatója. Az első évben kb. 75 000 matricát adtunk el, ahhoz képest 2021. decemberében már 162 000 matrica talált gazdára az előértékesítés keretében. Ez a tavalyi évhez, pontosabban az előző évhez képest egy 14%-os emelkedés volt. A 162 000 matricából 92 000 volt a megyei matrica, és 70 000 az országos éves matrica aránya. Az országos éves matricák eladása 16%-kal emelkedett egyébként az előző évhez képest, a megyei matricákból pedig 12%-kal adtunk el többet. A megvásárolt megyei matricák több mint felét Pest megye teszi ki, ezt a Fejér megyei, továbbá a Győr-Moson-Sopron területén érvényes vinnyetták követik. A vezérigazgató hozzátette, a vételt nem érdemes az utolsó napokra hagyni, mert várhatóan nem csak a benzinkutakon, hanem az ügyfélszolgálatokon is nagy lesz olyankor a tumultus. Nagyon sokan az utolsó pillanatokra hagyják, január utolsó napjaira. Az utolsó héten több mint 1 millió matrica szokott elkelni, ez nagyon leterheli a különböző elárusító helyeket, például a benzinkutakat, az emberek 70%-a még mindig a benzinkuton váltja ki a matricát. Ezért mindenkinek azt javasoljuk, hogy a kellő időben, és egyébként pedig az ematrica.nemzetiudi.hu weboldalon, ez a mi saját hivatalos weboldalunk, ami mobilra optimalizált, tehát már egy mobiltelefonnal is nagyon egyszerű a megvásárlás, egy gyors regisztrációt követően kényelmi díj nélkül lehet vásárolni, ezt azért hangsúlyozom, mert ez az egyetlen olyan felület, ahol kényelmi díj nélkül lehet vásárolni digitális eszközökkel matricát. A hiteles regisztrációhoz meg kell adni a jármű adatait, amelyet mindössze egyszer kell megtenni, így a későbbi vásárlások alkalmával a tévesztések esélye nullára csökken. Továbbá a tranzakciót igazoló bizonylatot sem kell megőrizni 2 esztendeig, mint egyébként. Az autópályákon a használati jogosultságok mellett érdemes a megszokottnál jobban ügyelni a szabálykövető közlekedésre is, ugyanis a rendőrség civil autókban ellenőrzi a járművezetőket az ország egész területén. Az ellenőrzésre évek óta egyre több és több energiát fektetünk, ennek következtében lényegében a 0,5%-ot sem éri el a jogosulatlanoknak az aránya, már inkább mert ezrelékekben mérhető, úgyhogy mindenki megértette, hogy nem érdemes trükközni, mert úgyis mindenkit utolérünk és megkapja a pótdíjat, illetve a büntetést. Az autósoknak az autópályára történő felhajtást követően 60 perc áll a rendelkezésükre a matrica megvételére. A szabályszegésért kiszabható büntetési tétel ezt követően 15 000 forinttól akár 60 000 forintig is terjedhet.